Dr. Hegedűs János plébános és Csullag Gábor állandó diakónus celebrálta az ünnepi szentmisét a kertvárosi katolikus templomban Dombováron. Ezt követően megáldották az új kenyeret, amelyet Pintér Szilárd polgármester vágott fel a résztvevőknek. A rendezvényen a gyergyószentmiklósi delegáció is részt vett, a székely település és Dombovár között már hivatalosan is testvér települési kapcsolat van. Nagy öröm számomra, hogy itt Magyarországon, Dombováron is az államalapítás ünnepén részt vehetek. Most Gyergyószentmiklóson is ugyanez folyik délután, mert van Gyergyószentmiklóson három templomunk, Szent Miklós, Szent István és Szent József, és a Szent István templom délután ugyanígy kenyérszentelés is lesz, és megünnepeljük az államalapítást, ami nekünk is, az elszakított területeken is nagy ünnep. A város kenyere idén a roskovászos kenyér lett, amelyet egy helyi vállalkozó készített. Minden évben három fajta kenyeret készítünk, amit felajánlunk a hivatali dolgozóknak, a polgármester elé terítjük, és azok közül választják ki ugye a következő évre a város kenyerét. Megmondom őszintén, hogy már évek óta mindig beteszem a roskovászos kenyeret, és őszintén szurkolok, hogy az legyen a nyertes, és idén sikerült, mert ez egy nagyon favorit kenyér, tényleg nagyon jó minőségű, és idén sikerült ezt a kenyeret választani, úgyhogy nagyon örültem neki. A rendezvényhez egy jótékonysági kezdeményezés is kötődik. Minden eladott Dombovár kenyere bevételéből a vállalkozó egy bizonyos összeget adományoz egy civil szervezetnek. Minden évben interneten szavazza meg a város lakossága, hogy melyik szervezetnek fog gyűjteni a rákövetkező évben. Ugye a tavalyi évben a mentő alapítványnak gyűjtöttek 15 forintokat minden egyes eladott városkenyere után. 60 ezer forint ütötte a markát, vagy annyit gyűjtöttek össze a városlakók a mentő alapítvány részére, és idén átadták a stafétabotot az internetes szavazás alapján az Alkony idősek szervezetének, nagyon-nagyon örülünk neki, megint jó helyre fog menni az adomány. A 60 ezer forintnyi adományt idén a Dombovári Mentő Alapítvány kapta. Nagyon-nagyon örültünk neki, mert viszonylag új alapítvány vagyunk, 2020-ban alakultunk meg ugye sok év próbálkozása után. Mindenféle támogatási olyan, ugyanis elképzeléseink már vannak arról, hogy milyen eszközökbe szeretnénk fektetni, mik azok, amik így az OMSZ protokolljain belül segítik a munkánkat, és egyben segítik a Dombovár és környéke lakosságának a minél színvonalasabb ellátását. A péklapátot az internetes szavazás alapján a rendezvényen a Dombovári Támasz Otthon vezetője vette át, az őket támogató Alkony Támasz Alapítvány nevében, vagyis jövőre ők fogják megkapni a dombováriak kedvenc kenyerének eladásából összegyűjtött adományt. Nagyon-nagyon örültünk, és nagyon-nagyon nagy köszönet a támogatóinknak, akik szavaztak ránk az interneten, úgyhogy nagy meglepetés volt számunkra. Őszintén számítottunk rá, hogy ott vagyunk az élvonalban, hiszen azért nyomon követtük az interneten, hogy kik szavaztak ránk, úgyhogy még egyszer nagyon nagy köszönet érte.